Köszöntöm nézőinket, Önök Kispad című sportmagazinunkat látják. Milyen sportoló és milyen sportvezetőként Mátyás Gábor? Milyen értékeket tart fontosnak ő, valamint a Duna Ferese? Milyen lesz az Egyesület 2017-es éve? Ha velünk tartanak, többek között ezekre a kérdésekre is megkaphatják a választ. Itt van velem szemben Mátyás Gábor, a Duna Ferese ügyvezető igazgatója. Beszéljünk egy kicsit, kezdjük civilként az interjút. Milyen volt Mátyás Gábor, mint sportoló? Hát, mint sportoló? Hát a mai napig hál' Istennek van lehetőségem sportolni, de gyerekkoromtól kezdve sportoltam, tehát gyakorlatilag az alsó tagozattól kezdve folyamatosan. Nagyon sok sportágat kipróbáltam, az asztali tenisztől a kézilabdáig, a karatétól az úszásig, a szertornáig mindent, és hát végül 14 éves koromba kerültem ide a városba, itt kezdtem birkózni Komóczi Gábor invitálására, és hát ez a birkózó sportág iránti szerelem ez a mai napig tart, mai napig rendszeresen, amikor az időm engedi, természetesen mozgok és edzek. Mi fogott meg téged ebben a sportágban? Hiszen azért 14 éves kor, beszélgetünk már néhányszor, azért általában azt szokták javasolni, korábban, jóval fiatalabb korban érdemes elkezdeni a birkózást. 14 évesen mi lehetett az, ami vonzó lehetett mégis egy frissen Dunaújvárosba került fiatal embernek? Ennek nagyon egyszerű oka volt, hiszen a Komóczi Gabi bácsi édesanyámnak édestestvére, és mikor én megszülettem, ő kijelentette, hogy én belőlem birkózó lesz. Ott Tenyingen születtem egyébként, ott nem volt erre lehetőség, tehát 14 éves koromig amilyen lehetőség otthon volt, azt üztem, de valahol mindig is ott volt a fejemben, hogy én, amikor középiskolába fogok tovább tanulni, akkor egyenes út fog vezetni ide Dunaújvárosba, és birkózni fogok. Ez így történt. Rendben, aztán teltek, múltak az évek, ugye a Komóczi Gábor jóslata, javaslata bejött, hiszen belőle ténylegesen birkózó lett, aztán pedig sportvezető. Milyen Mátyás Gábor, mint sportvezető? Hát ez talán másoktól kellene megkérdezni, ez jó kérdés. Hát igyekszem sportvezetőként, ugye másképp kell nézni a dolgokat, tehát nem elég az, hogy egy szemszögből, egy székből nézzük a történeteket, történéseket, problémákat. Szerintem az nagyon fontos, hogy mindig próbáljuk körüljárni a problémát, az adott gondokat több oldalról megvizsgáljuk, és azután próbáljuk meg megoldani közösen. Egy ügyvezető megítéléséből lehet valamiféle képet alkotni magáról az Egyesületről. Még hogyha ez nem is teljesen jó, hiszen nem feltétlenül egy ember személye határoz meg egy egyesületet, de mégis valamiféle irányvonalat mutat arról, hogy amilyen személyiségű az ember maga, olyan személyiségű talán az egész klub, amit vezet. Igen, ez valóban így van, összefügg a kettő. Egy egyesületet tényleg két dologról ítélnek meg, ugye az eredményeiről, sportolóiról, edzőiről, és hát a vezetőkről, vagy egy személyes vezetőről. Nyilván az egyesületről kialakított kép az nagy mértékben társul, vagy leképeződik a maga vezetőről alkotott képről is talán. És hát nyilván, ha egy egyesületnek olyan vezetője van, aki hát most nem akarok itt emberi tulajdonságokat mondani, könyöklős, akarnok, vagy nem akarok itt ilyen részleteket, emberi tulajdonságokat mondani, de nagyjából azért ez a kép ez így alakul ki, de nagy mértékben meghatározza egy egyesületnek a külső megítélését az, hogy milyen sportágak vannak benne, milyen sportolók vannak, azok a sportolók milyen személyiségűek, milyen edzők dolgoznak, hiszen azért valljuk be őszintén, egy olyan edzőgárda, ami most mondjuk nálunk is van, nagyon sok fiatal edzőnk van, gyerekbarát edzők, agilisak, sikeréhesek, és tényleg minden pozitívat tudok róluk elmondani, az talán az egész egyesület képét azért befolyásolja, mert ezek az edzők rendszeresen találkoznak a szülőkkel, azoknak a gyerekeknek a szülőivel, akik nap mint nap edzésre járnak, dolgoznak, és a szülők az edzők által is formálnak egy képet magáról, először a szakosztályról, és ugye nyilván ezáltal az egyesületről is.
Az egyesület vezetőjének pedig ezt kellene képviselni, hogy egy olyan egyesületet vezessen, ahol igenis jól megy a munka, szeretik a gyerekeket, próbálják a gyerekeket nem csak az eredményesek felé, hanem egyéb módon is nevelni őket, emberségre, tiszteletre, becsületre, mert ezek nagyon fontosak szerintem, nem csak azért, hogy valaki jó sportoló legyen, hanem egyáltalán azért, hogy a későbbiekben olyan felnőttek kerüljenek ki, akik ugye azt az értékrendet vallják, amit tulajdonképpen az egész egyesület kell, hogy képviseljen, és ha már itt tartunk, akkor nyilván egy egyesületet talán ezek az értékrendek határoznak meg elsősorban. Az itt folyó munka, az, hogy hogyan dolgoznak az edzők, hogyan foglalkoznak a gyerekekkel, hogyan viszonyulnak a szülőkhöz. Úgyhogy tulajdonképpen ez az egyesület, ez egy értékrend halmaz. Abban azért egyetértettünk, hogy korábban talán sokkal nagyobb respektje volt a Dunafelnek. Ugye sokkal több szakosztály volt, a jégkorongosok ide tartoztak, a labdarúgók, kézilabdások, férfi-női szakosztály. Ez most egy kicsit talán lemorzsolódott, és itt maradtatok ti ugye 5 szakosztállyal. 5 olyan szakosztályjal, ami Magyarországon is, és nyilván Dunaújvárosban is nagyon eredményes sportokat foglal magába, hiszen csak ugye Kovács Zsófiára vagy Hajdú Jonatára gondolni, akik kim voltak most nyáron Rióban az olimpián, de mégis mennyire élitek ezt meg, nem is az, hogy kudarcként, mert nem ez a jó szó rá, de mennyire más ez a helyzet, mint akkor, amikor tényleg egy gyakorlatilag a teljes városi sportélet a Dunaferhez tartozott. Igen, ez érdekes kérdés, mert ugye én 2008-tól vagyok az egyesület vezetője, és igazából 2008-ra már az egyesület sportági palettája nagyon lecsökkent. Tehát már akkor csak az utánpótlás jégkorong tartozott hozzánk, nem volt női kézilabdánk, nem volt már labdarúgás sem, és már akkor ugye nem az a Dunaferese volt, ami azelőtt pár évvel. Én a nagy sikereket még versenyzőként, illetve edzőként éltem meg. Hát az egy óriási dolog volt ehhez az egyesülethez tartozni akkor, hiszen akkor nagyon komoly sikerek voltak. És hát sajnos azt tudomásul kell venni, hogy a nézők, a szurkolók általában a csapatsportágakra kíváncsiak jobban, ugye azoknak a mérkőzéseire látogatnak, televízióban inkább azokat nézik. Tehát igazából egy egyesület hírnevét, azok a csapatsportágak nagyon meghatározzák, amelyek ugye a sikereket hozzák. Most egy jóval kisebb dimenziójú Dunafer Sportegyesületet vezethetek, de azt gondolom, hogy ezek a sikerek, amik itt vannak, ezek mind az itteni edzők, az itteni gyerekek közös munkája, hiszen nincsen olyan versenyző, akit úgy igazolunk ide. Itt mindenki ma saját nevelésű sportoló, és az egy óriási dolog, hogy pár év alatt ugye a szakosztályokkal az egyesület vezetése megbeszélte, hogy mi az irányvonal, elsősorban az utánpótlás nevelés volt a cél, nem kérünk profi sportot, nem ez a célunk, hanem az itteni gyerekeknek biztosítsuk a lehetőséget a sportolásra. És ez olyannyira jól sikerült, hogy most már 2 szakosztályban is saját nevelésű olimpikon vehetett részt az idei játékokon, és azt gondolom, hogy ezek az igazi sikerek. Mert az a része, amikor egy egyesületben van több csapatsportág, az egyrészt anyagilag is nagyon-nagyon sokba kerül, másrészt meg általában a csapatoknak a nagy része, ha sikeres Magyarországon, nagyon sok az ide igazolt, nem saját nevelésű sportoló. Azt gondolom, hogy annak is megvan a fantasztikuma, meg az, hogy tényleg mondjuk egy top csapatot tudhatunk magunkénak, akármelyik csapatsportágról beszélek, de igazából az igazi műhely munka eredménye az, amikor idejön a kisgyerek, óvodás vagy általános iskolás alsó tagozatos korában, elkezdi valamelyik sportágat, eltelik 10, 12, 15 év, és egyszer csak azt látjuk, hogy ő van ott az olimpiai dobogón esetleg, vagy ő tornázik a szereken, ő evez, vagy ő birkózik, ő úszik, vagy éppen. Most, ha már itt tartunk a röplabda csapatunkat, azért nagyon kiemelném, hiszen évek óta csak is saját nevelésű játékosokkal dolgoznak, tehát ide felnőtt körű sportolót
évek óta nem hoztunk, és nem is célunk. Sajnos az a tendencia, hogy Tomanóczi Tiborék remek munkájának köszönhetően számos olyan játékost neveltek ki, akit aztán másik egyesületek vittek el, mert ugye mi nem vagyunk most abban a helyzetben, hogy meg tudjunk tartani sportolókat. Nyilván ez a cél, most kitűztük célul, hogy ezeket a sportolókat, akiket már kineveltünk a szakosztályokba, azokat mindenféleképpen szeretnénk megtartani hosszabb távon is, de egyelőre ez a maximum, amit tehetünk. Arról már beszéltünk érintőlegesen, hogy milyen volt ez az idei év, és előttünk vannak még az évzárók, bizonyára még fogunk találkozni, és meg fogjuk egy párszor beszélni, hogy milyen volt ez az év. Beszéljünk inkább akkor arról, hogy a 2017-es esztendő mit hozhat a Dunafer Sportegyesületnek. Igen, a Dunafer Sportegyesületnek ebben az évben, most szeptemberben volt tisztújítása, megváltozott az elnökségnek az összetétele, nyilván egy új irányvonalat vesz majd a további munka. Hogy pontosan mit fog hozni a 17-es esztendő, ezt most még nem tudom. Én csak abba tudok bízni, hogy ez a fajta irány, ami eddig volt az utánpótlás nevelés terén, ez megmarad, mert ez nagyon fontos, hogy a saját gyerekeinknek tudjunk lehetőséget biztosítani a sportolásra. És ami nagy feladata lesz az elnökségnek, arról az imént beszéltem, hogy ezeknek a sportolóknak most már a megtartása egy hatalmas feladat, és hát nyilván ez lesz szerintem a 2017-es esztendőnek az egyik fő feladata, és hát természetesen emellett nyilván az eredményességet minden edző, minden sportoló, meg egy egyesület is meg szeretné tartani, sőt ugye mivel a sport az ugye versenyzésről szól, mindig egy kicsit többet szeretnénk, egy picit jobb eredményeket. Nyilván, ha ezt még lehet fokozni, akkor természetesen még több magyar bajnoki címet, diákolimpiai címet szeretnénk nyerni. És hát egyértelmű, hogy azért a nemzetközi szintű sportolóink adják meg az igazi rangot az egyesületnek, úgyhogy bízunk benne, hogy ezek a sportolók a jövő évben is fognak teljesíteni, jövő évben is hozzák a szép sikereket. És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a támogatóinkat meg tudjuk tartani. Bízom bennünk a város, bízom bennünk a névadó szponzor, és azok a támogatók, vállalkozók, cégek, akik a szakosztályokat külön-külön is támogatják. Nagyon fontos, hogy őket meg tudjuk tartani, hiszen ha nincs megfelelő anyagi háttér, akkor egy egyesület nem tud dolgozni. Az elmúlt hétvégén a DUE Mass Graphics női vízilabda csapata 3-ból 3 mérkőzést megnyert, ezzel első helyen jutott tovább az Euroliga A csoportjából, kommentár nélkül. We'll be right back.
Sportmix rovatunkban a dunaújvárosi sportélet elmúlt hetének legfontosabb történéseivel foglalkozunk. Győrben versenyeztek a Dunaferese tornászai. A dunaújvárosiak csapatban ezüstérmet szereztek, és az egyéni számokban is termett babér a Dunafer versenyzőinek. Halász Dóra Simonetta gerendán az 5. helyen végzett. Jakab Noémi számára azért volt jelentősége a mesterfokú bajnokságnak, mivel ő jövőre már a felnőttek között szerepel, és a győri megmérettetésen már a felnőtt korosztály pontszámai alapján értékelték bemutatott gyakorlatait. Egyéniben a legeredményesebb dunaújvárosi versenyző Kovács Zsófia volt. Pénteken kezdtük a versenyzést, először csapattal mutatkoztunk meg. Igazából nagyon büszke vagyok a csapatomra, mert második helyet értünk el, aminek nagyon-nagyon örültünk. Utána szombat-vasárnap a szerenkénti finálék voltak, ahol első nap, vagyis szombaton korláton kerültem be, második nap pedig gerendben, és sikerült mindenhol az első helyen végeznem, aminek szintén örültem. A Dunaferese versenyzői összesen 5 éremmel, 2 arannyal és 3 ezüsttel gazdagodtak a győri mesterfokú bajnokságon. Húzódkodás, lábemelés, kötélmászás. Ezekkel a feladatokkal készülnek a Dunaferese kajak-kenu szakosztályának versenyzői. Megkezdődött ugyanis a téli alapozás. A téli alapozó időszakot február közepén egy regionális fizikai felmérő zárja le, amelyet Pakson tartanak. A vizsgán attól függően, hogy hány évesek a gyerekek, 3 vagy 4 versenyszám van. Weichsel Mónika, a fiatalok felkészítője kiemelte, az alapozó időszak nem könnyű a versenyzők számára, ugyanakkor elengedhetetlen a sikeres versenyzéshez. Azt gondolom, hogy az eleje húzza a végét. Nyilván én is motiválok csokoládéval, szép szóval, de a legnagyobb elismerés az mindig az, amikor a gyerek önmagát le tudja győzni, és egy kicsit közelebb kerül az elejéhez. Illetve azok meg, akik ott vannak már az elején, vagy azért, mert ez már a többedik téli alapozása, vagy azért, mert alapvetően egy jó futó vagy úszó, őnekik az mindig minden edzésen egy sikerélmény, hogy ott tud lenni az elsők között. A felmérőn mindenkinek közös a futás. 12 éves korig egy meghatározott távot kell teljesíteni a résztvevőknek. 13 éves kor fölött Coopert kell lefutni a fiataloknak. A felmérőn van még lábemelés, húzódkodás, fekvenyomás is. Osztályváltás. Megnyerte idei utolsó felkészülési mérkőzését a Dunaújváros Gorillaz amerikai futballcsapata. A 42-13-as győzelem után bejelentették, az együttes jövőre elindul a legmagasabb osztályban, azaz a Hungarian Football League-ben. A következő szezonban a gorillák már az ország legjobb csapatait láthatják vendégül itt Dunaújvárosban. Egyszerre 3 pályán folynak a küzdelmek a dunaújvárosi jégcsarnokban. A Santa Claus Cup torna mérkőzésein a házigazda dunaújvárosi acélbikák utánpótlás csapata is jégre lép. A dunaújvárosiak magabiztosan készülnek a megmérettetésre. A nemzetközi tornára a magyar csapatok mellett cseh, erdélyi, török és szlovák csapat is érkezett. Jávorovics Gábor, a szervező dunaújvárosi acélbikák utánpótlás edzője elmondta. A 10. alkalommal megrendezett tornára idén már jóval a nevezési határidő lejárta előtt betelt az összes hely. 5 országból 20 csapat érkezett, ez hozzávetőlegesen olyan 240-250 gyerek. Mondhatni azt, hogy ez az U10-es korosztályban Magyarországnak az egyik legnagyobb utánpótlás tornája. Nem csak a sport. A jótékonyság is fontos szerephez jutott a Dunai Ökölvívó Sport Egyesület boxgáláján. A torna keretében árverésre bocsátották a korábbi világbajnok Erdei Zsolt kesztyűjét, amelyet egy dunaújvárosi vállalkozó Nyári Norbert vásárolt meg 55 000 forintért. Az összeggel egy 3 éves dunaújvárosi kislány,
Nagy Kamilla gyógykezelésének költségeit támogatják. Hosszú János, a Döse elnökségi tagja elmondta, a boxgála egyik célkitűzése az volt, hogy jó ügyet támogassanak a bevétellel. Így találtunk rá ugye Nagy Kamillára, aki idegrendszeri daganattal szenved, egy 3,5 éves kislány, akinek úgy, mint a Nyári Norbert, és mint a Dunaújváros Ökölvívó Sportegyesület, közösen tudtuk akkor 55 ezer Nyári Norbert részéről is, a mi részünkről 50 ezer forinttal támogatni a felépülését, egy gyógyulását, ezzel is hozzájárulva ez a dologhoz, és a kórháznak is a gyermekosztály részére is fel tudtunk ajánlani 50 ezer forintot. A Dunai Ökölvívó Sportegyesület a gála keretében összesen 155 ezer forintot adományozott jótékony célra. Felkészülés. A decemberi női kézilabda Európa bajnokság miatt szünetel a hazai pontvadászat, ez idő alatt sem pihennek a Kohász kézilabdázói. A következő csaknem egy hónap során számos felkészülési mérkőzést vívnak Kovács Annáék. Hazai környezetben mindössze kétszer, december 8-án és 15-én játszik a Kohász, a Budaörs, valamint a Siófok ellen. A szünet utáni első tétmérkőzést december 30-án vívja a DKK, akkor a Kispest együttesét fogadja. Az Euroliga első mérkőzésén a német Nikár Heidelberg együttesét fogadta a Due Marsk vízilabda csapata. A védekezéssel nem foglalkoztak sokat a felek, már az első játékrészben 8 gól született. A folytatásban tovább fokozta a tempót a hazai gárda, a félidőben 14-7-re vezettek Mihó Katilla lányai. A térfélcserét követően sem lankadt a Dunaújvárosi csapat, az utolsó felvonás előtt már 22-9-re vezetett a Due. A záró negyedet ugyan 4-3-ra megnyerte a német csapat, összesítésben azonban az egyetemisták sima 25-13-as győzelmet arattak. A felkészülés nem volt ideális, nagyjából a kórházból jöttünk, egy vírus miatt 7 játékosunk infúziót kapott. Ennek ellenére ki tudtunk állni ezt a meccset, ami nagyon fontos volt a továbbjutás szempontjából, meg tudtuk nyerni. Aztán pont, tehát a második, harmadik negyedbe szerintem olyan játékot produkáltunk, amit magunktól is elvárunk, a negyedikbe pedig egy kicsit beleültünk, és nem feltétlenül kiváló hangulatba fejeztük be ezt a találkozót. Győzelmének köszönhetően a Dunaújvárosi csapat nagy lépést tett a továbbjutás felé. Az Euroliga csoportban a most legyőzött német együttesen kívül a szintén magyar BVSC, valamint az olasz Messina gárdája szerepel. Csaknem 30-an vettek részt azon a versenyen, amelyet a Magyar Speciális Olimpia Szövetség tartott. A résztvevőket korcsoportok szerint osztották szét. A megmérettetésen a Dunaújvárosi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény is elindult. A verseny célja, hogy versenyzési és élményszerzési lehetőséget biztosítsanak az értelmi fogyatékossággal élő sportolóknak, valamint a speciális olimpia mozgalom és a tornasport népszerűsítése. Mivel speciális gyerekekről van szó, nem hasonlítható össze a normál gyerekek teljesítményével, viszont náluk úgy lesz, hogy különböző szinteken lehetséges bemutatni a gyakorlataikat, és ennek alapján van A szint, 1-es szint, 2-es szint, 3-as szint. A versenyszámok első 3 helyezettje éremdíjazásban részesül divízióként. A 4-től 8. helyezést elért versenyzők szalagot kapnak. Ennyi volt mára a Kispad. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!